Különös hobbija van Szűcs Pálnak, aki pécsi lakásában gyufaszálakból épít kastélymaketteket. Tevékenysége bizonyos szempontból értékmentésnek számít, hiszen nagyrészt olyan épületek kicsinyített mását készíti el, amelyek romosak összedőlés előtt állnak. Eddig 20 makett készült el, most dolgozik a 21-en. Szűcs Pál nyugdíjas rendőr alezredes. Kicsi maketteket már gyermekkorában készített gyufából. Aktív dolgozóként munkaidő után folyamatosan tökéletesítette tudását. Első épülete egy nagyobb családi ház volt. Amikor kisrác voltam, akkor fával foglalkoztam, és azt követően, amikor volt időm, később, mikor felnőttem, eszembe jutott, hogy meg kellene próbálni a makettezést, hogy hogy megy, és elkészítettem egy kis bajor családi házat. 2003-ban 57 évesen ment nyugdíjba. Azóta 15 kisebb-nagyobb kastélyt és 5 középületet készített. Ahogy mondani szokás, a téma az utcán hever. Ez mostanra Szűcs Pál szerint úgy módosult, hogy nem az utcán, hanem az interneten hever. Vannak ilyen különböző fórumok, ahol ez a kastély, az a kastély, amely, és akkor így kiválasztom azt, hogy melyik az, ami én nekem tetszik, nem az, hogy másnak mi tetszik, ami én nekem tetszik, ami kihívás jelent, vagy most már ugye nehéz ilyen találni, esetleg máshol, és így keletkezik. A munka a helyszín feltérképezésével indul. Elmegyek a helyszínre, lefotózom kívül belül, és akkor ezt követően már csak a fotó az emlékezetem alapján készítem, tehát semmi tervrajz, semmi nincsen. Most a Vejtiben található Daróczi kastélyon dolgozik. A falak már állnak, következik a befejező fázis, a tető elkészítése. Baranyának egyetlen egy kastélyát még nem készítettem el, és a másik, a Vejti kastély, az annyira romos, hogy félő azt, hogy már össze fog omlani, és akkor utána már nem lehet elkészíteni. Az alapanyag vásárlására nem költ pénzt. Egy alkalommal annyit kapott ingyen, ami évekig elég lesz neki. Az egyetlen, amit vásárol, az a ragasztó. Ez egy mindennapi anyag, amit a bőriparban használnak. Nincsen jó gyufa, rossz gyufa, nincs az, hogy kedvenc gyufa vagy nem kedvenc gyufa, mindegyiket föl lehet használni, mindegyiket felhasználom. A gyufákat azelőtt, amikor még voltak kiállításaim, nagyon sokat hordtak a látogatók, sőt, kiscsákói kastélyt, mikor elkészítettem Nagyszénáson, és kiscsákói lakósok 2000 doboz gyufát gyűjtöttek össze, és küldték el busszal. Korábban az egyik gyártótól próbált kérni, de nem járt sikerrel. Szegeden van gyufagyár, megpróbáltunk felvenni velük a kapcsolatot, küldtek egy 20x10-es csomagba gyufát, és annyit. Pedig volt olyan ismerősöm, aki valaha ott dolgozott a gyufagyárba, és azt mondta, hogy ami leesik a foszforozásnál, azt égetik el a kazánba, azt mondja, majd ő szerez, nem adtak. Azt mondták, ők a gyufát nem azért gyártják, hogy kastélyokat építsenek vele. A legkisebb kastély 8000, míg a legnagyobb több mint 70 000 szálból készült. Naponta 5-6 órán át épít két részletben. Délben rövid egészségügyi séta, majd folytatás nagyjából 4 óráig. Kicsit szomorú azért, mert azok a települések Sárvár kivételével, ahol az elkészült kastélyok találhatóak, semmilyen formában nem jeleztek vissza neki, pedig legalább egy köszönömöt elvárt volna. Nem közömbösek az emberek, vagy nem érdeklik? Mert hát azért tudni kell azt, hogy Magyarországon egyedül én készítek ilyent, hogy romkastélyokat kívülbelül elkészítem. Az egyszerűbb, kisebb kastélyok 8-9 hónap, amíg a nagyobbak több mint 2 év alatt készültek el. Azt mondja, ez az a hobbi, amit nem lehet abbahagyni. Már most tudja, hogy mi lesz a következő, aminek neki áll. A 3 kastély, de még nem döntöttem el, hogy melyiket készítem. Így inkább azt nem mondom, hogy most ezt vagy azt vagy amazt. Majd meglátom, mert el kell menni helyszínre, és ott döntöm el akkor, hogy elkészítem, vagy nem.